Mint. Átadjuk. Ugye itt több parkoló építéséről volt szó, hát aki emlékszik rá, hogy egy akár egy 2-3 évvel ezelőtt hogy nézett ki ez a környék, az bizonyára most rá sem ismerne erre a mostani helyzetre. És ez persze akkor is igaz, ha nyilván még vannak hibák, hiszen ugye néhány évvel ezelőtt megépítettük az utat, de már megint elrepett, ugye, majd kezdhetjük előről. Vagy ugye nincsen. Tehát vannak azért itt még hibák, de most nekünk nem az a feladatunk, hogy a hibákkal foglalkozzunk, hanem hogy ünnepélyes keretek között átadjuk ezt a szép létesítményt. És ugye a ház lakóihoz is szólnék, az előbb még hárman itt voltak az ablakban, de most már visszahúzódtak, közben lejöttek. Hogy a ház lakóihoz is szólnék, hogy ez tulajdonképpen egy előleg, hiszen a házunk tája program keretében vállaljuk, hogy a parkolókat, a közterületeket, a járdákat megújítjuk, és ugye azt kérjük, hogy a házakat is újítsák meg. Is majd reméljük, hogy jelentkezik a következő programra, hiszen a épület mögötti parkolókat csak a ház felújítása után tudjuk megtenni. Azt gondolom, hogy ez így helyes és így korrekt, hogy a ház felújítása is megvalósul, és a környezeten is szebbé válik. Én azt gondolom, hogy a polgármester úr, aki ennek a körzetnek a képviselője, az nagyon sokat tett a itteni helyzet javításáért. És kerékpárutas útszakasz lesz a új életútnak a kialakításával, a sétánnyal és a kerékpárúttal össze lesz kötve, és a Ötvös utcai iskoláig, tehát a Borsosnak a kisiskolájáig majd el lehet jönni már kerékpárral. Tehát... Yeah.